egyedül egy szobában, üres lapokkal, tele gondolatokkal. Ez vagyok én, a szürke hétköznapokban. Tél van, az utcákat járom, a hónapot már előre látom. Nem bízok meg senkiben, sokan átbasztak. Soha semmi se volt jó támasznak. Nem szarnak az emberek, ebbe beletörődtem már rég. Minden reggel, fáradtan ébredek fel. Az életben a hitemet vesztettem el. A városban csend van, hajléktalant látok. Hibben régen rengeteg volt az álom. Ha nem követed a divatot, akkor nem vagy középpontban. Sokan nem gondolnak bele, ezért van az ember gondban. Engem már rég elhagyott a szerencse. A múltban ragadtam, de figyelnem kéne a jelenre. Messzebbre kéne elutazni a világba. Minden egyes ember találkozik hibával az életben. És az is lehet, hogy véletlen rálépsz egy útra, ami számodra végtelen. Magatok elássátok ebben a szférában. Már 100 lépcsőt átléptünk, de testvérem még hány van. Szaladsz a gázban, és ez téged igazol. Rád néz a halál, és még ő is grimaszol. És így formálunk át égette sócsont darabra. Leigázunk a rákba, ez a szavak forradalma. A szöveg a tár, és a mikrofon a fegyver. Takarodjatok innen, a köcsög buzi rappel. Nekünk ez nem kell, azt kérlek, hogy értem. Mert a vérünket megfertőzte a 90-es évek. Mindjárt kézbesítünk, az üzenetünk feladva. Vigyázz, mert a sósabb a fejedet lemarja. Szarokat hallok, ki tépem, meg ott a kézből. Megkapod az ítéletet, de azért még nézd föl. Nem érdemes nézni, úgyis megnyerik a meccset. Nem számít a tára, MC küzdik ki a lelket. Mi van veled, ember?